Függő vagyok a domainnév. Ezt kell beírni a címsorba, és az interneten felugrik a szolnoki drogkonzultációs központ új weboldala. Az elmúlt évben pályázaton 2 millió forintot nyertek a drogkonzultációs központ infrastruktúrális fejlesztésére. Projektort, laptopot, nyomtatót vásároltak, és elkészült a központ drogkonzultációs weboldala is. Itt megtalálható a központ bemutatása, a szakmai profilja, bemutatkoznak a kollégák, és ami talán az egyik legfontosabb, az ügyfelek anonim módon kérdéseket tehetnek fel, melyekre interneten keresztül érkezik a szakemberek válasza. Én azt gondolom, hogy főleg aki mondjuk nem szólnak ki, sokkal egyszerűbb megtalálni így bennünket. Nekünk vannak olyan klienseink, vagy voltak olyan klienseink hozzátartozóik, akik hétfő reggel itt topogtak, és megkérdeztük, hogy honnan tudnak rönk, és mondták, hogy megjött a illető hozzátartozó belőtt állapotban, nem látták hónapok óta, megijedtek, azonnal elkezdtek keresni, és hop hop, tehát az internet felületé megtalálták a Humán Szolgáltató Központ ilyen irányú szolgáltatását, és reggel már itt voltak. Tehát az élet az bizonyítja, hogy az internet adta lehetőségeket ki kell használni. A folyamatot el kell indítani, a motiválatlan szenvedélybetegeket motiválták kell tenni, fel kell venni velük a kapcsolatot, amihez az internet megfelelő felület, mondta a szakember. A központnak nagyon jó az együttműködése az egészségügyel és az oktatási intézményekkel is. Kiváló szakemberek állnak rendelkezésre minden szakterületen. 2019 első fél évében a forgalmuk meghaladta a 6000-et. Ennyi gyermekkel, ennyi ügyféllel találkoztak preventív jelleggel. Évente pedig átlagosan 600 szenvedélybetegnek nyújtanak segítséget. A ma már működő weboldal ezt a munkát támogatja.